Sziasztok! Ma a Sony A7S3-ról fogunk beszélni. Ez nem egy review lesz, hanem a fél évnek, amióta használom ezt a gépet, annak az átbeszélése, a tapasztalataim, mindent el fogok róla mondani, hogy ez alatt a hosszú idő alatt, rengeteg forgatással, mi a jó, mi a rossz. Spoilerezek az elején, ugyanis fantasztikus ez a kamera, imádom mindennel. Tényleg bekerült egy milc gépbe, egy komolyabb, sok millió, 4-5, akár több millió forintos cinema kamerának, mint például a Canon C300-nak, vagy a Sonynak az FX6-nak a tudása egy ilyen kamerába bekerült. Beszéljünk át mindent. Kezdjük el! Nézzük a külsejét. Szerintem nagyon jó a fogása az A7-3-hoz képest, a grip, ahogy tartjuk, tökéletes, és végre a Sony megcsinálta flip-out screen úgy, ahogy a Canonoknál nagyon régen volt, vagy amivel most kamerázok, a Sony a ZV-1-gel is megcsinálta. Nem ilyen hülyen csak fölfele meg lefele lehet tiltelni, hanem bármerre lehet állítani. Így is nagyon jó használni, hogyha fölfele kell néznem, akkor úgy is. Végre van flip-out screen. Nagyon sok custom gomb van rajta, ami remek arra, hogy oda én magamnak beállítsam azokat a funkciókat, amiket én szeretnék használni. Azt is nagyon imádom, hogyha valaki ugye mint fotósként szeretné felrakni a nyakába és használni hozzá a kiegészítőt, az amire rárakjuk, ez a rész végre nem lifeg, hanem áll, tehát ahogy mozgatom, főleg ugye videózás közben a hang vagy bármilyen rezgés nagyon számít, itt nincsen, gyönyörűen lehet használni. És hogyha már itt tartunk, hogy mennyivel okosabbak a dolgok, hát a különböző helyeken is nem ilyen lifegő dolgok vannak, hanem csak simán fogom és kinyitom őket, és így állnak, tartják magukat, nem lifegnek össze-vissza, nagyon kényelmes hozzáférni. Úgy tudom rárakni ugye a talpat akár a gimbalhoz vagy állványhoz is, hogy egyszerűen ki tudom nyitni a akkumulátornak a helyét, de amúgy lehet tölteni USB-C-vel is csatlakoztatva, és mutattam ugye itt a portokat, teljes HDMI, full HDMI nagy kábelt be lehet tenni, ami egy külső monitorra, vagy az én DJI Ronin SS RSC2-vel, hogyha a Raven Eye-jal használom, akkor át tudom revinni és mobilon nézni, arról is van egy videó, ide kattintva meg tudod nézni, nagyon szépen jön ki, két slot van benne, tehát két kártyát bele lehet rakni, hogy milyen kártyát érdemes, azt is át fogjuk beszélni. De ami a legfontosabb, hogy teljesen alkalmas a külsej az, hogy használjuk videózásra, fotózásra, flip-out screennek nagyon örülök, és térjünk át a használatra, mert nyilván amit belepakoltak technológia, az a legdurvább, ugye ez egy 12 megapixeles szenzor, amire mondhatnánk, hogy kicsi, hiszen már rengeteg mobiltelefonban, okostelefonban is több van, jön a Samsung ezekkel a 100-szoros zoomokkal, vagy 10-szeres optikai zoommal, és vagy 100 megapixeles képek vannak, tudjuk, hogy a fotóirányba menő például Sonicnál, de akár az R5-ről is beszélhetünk, simán ilyen 50 vagy 80 megapixelekről is beszélünk, akkor ebben miért van 12 megapixel? Hát mert a 12 megapixel az pontosan a 4K felvétele. Ez azt eredményezi, hogy low light-ban, tehát amikor nincsenek fényeink, mondjuk napfelkeltét veszünk fel, sötét van valamilyen oknál fogva, gyönyörű, nem zajosodik, bár hozzá kell tegyem, hogyha csak simán, tehát nyilván egy ilyen gépet nem vesz valaki olyan, aki nem akarja egy külön beállítgatni, de hogyha simán csak a dobozból használjuk, akkor ugyanúgy zajosodik, de hogyha logban forgatunk, és még a loghoz különböző beállításokat eszközölünk, nekem van kifejezetten egy ilyen low light, esti, kevésfényes profil, ahogy használok, nincsen zaj. És ami ehhez kapcsolódik, két dolog, ami egy igazából, az az ISO, úgynevezett Dual Native ISO van benne, ami azt jelenti, hogy ha log esetében beszélünk, akkor az 640, de 4,5-szeres, ha jól tudom, az ugrás felül, de hogyha rosszul mondtam, 12800-nál visszaugrik az alapra. Hogy
hogy megértsük, visszamegyek a filmes régi gépekre, ugye amikor oda beraktunk egy filmet, annak megvolt, hogy milyen ez az izója, tehát más volt, amit mondjuk nagyon fényes körülmények között használtunk, más, amit sötétben. Nyilván egy digitális kameránál ezt lehet változtatni, de mindig egy volt az alap, és a drágább cinema kameráknál volt olyan beállítási lehetőség, ahol ezt tudtuk mi alakítani és változtatni ezt az alapot, jobban mondva, itt ebbe a egyáltalán nem profikat célzó, kvázi elérhető gépbe belerakták ezt, ami azt jelenti, hogy mondjuk nappal teljesen jól kiszolgál minket egy 640-es ISO, már naplementénél vagy sötétbe full sötét lenne a kép, nem tudnánk mire használni, ezért kell felmenni az ISO-val, és hogyha az 12800-on van, tényleg, hogyha nem pitch black, ahogy az angol mondja, tehát korom sötét van, akkor lehet használni, és gyönyörű képet ad. És a fókusz is működik. Sötétben is, nem csak jó fényviszonyok között. Be lehet állítani azt is, hogy milyen legyen a szenzitivitása, az érzékenysége, tehát, hogy mennyire reagálja le, hogyha átmegyünk valami felé, és azt is be lehet állítani, hogy miután lereagálta ugye ez a nagyon okos kis processzor és gép, ami benne van, akkor milyen gyorsan váltson át. Tehát, ha mondjuk vlogolok, akkor nyilván azt szeretném, hogy ahogy átmegyek máshova, egyből észleli, és már át is megy. De ha mondjuk valamilyen image filmet, ilyen krémes bírolt, arról is van rengeteg videó, ha nem láttátok, klikk ide, illetve nézzétek meg a csatornámat, hogyha most találkozunk először. Tehát akkor én azt szeretném, hogy lehet egy picit késleltetve vegye észre azt, hogy már más fókusz kell, mert alapból úgy megyek át, hogy fókuszálok valamire, utána pedig, ahogy átmentem, még szeretném, hogy az az élességtartomány maradjon, de utána észlelje, és ne egyből váltson, hanem ilyen szinematikusan, szépen lassan menjen át. Ez is egy nagyon jó funkció. Hogy ez így tudja működni, arról nem is beszél, hogy szuper módon követ le mindent, tehát hogyha valamit trekkelünk, akkor a mozgás az akárhogy megy a kamera, akkor is azon a fix ponton van, amit mi trekkelni szeretnénk fókuszba, és be lehet állítani, hogy az embernek a szemét trekkelje, de azt is be lehet állítani, hogyha mondjuk állatot szeretnénk felvenni, én a kutyámat, Sirit, róla is van videó, azt is nézzétek meg. Hogyha szeretném követni, hogy nyilván nagyon gyorsan megy, ez az eye focus, tehát a szemre fókuszálás állatoknál is működik. Zseni. Folytassuk a menüvel. Végre a Sony meglépte azt, hogy átalakítja azt a menürendszert, amit mindenki nagyon utál. Bár én A7S-sel használtam ezt a menüt, és igazából nem volt vele gondom, mert teljesen logikus, nem az első pillanattól, de ha megszokja az ember, egyszer rá kell szánni pár órát, beállítani mindent úgy, ahogy mi szeretnénk, letesztelni, még állítgatni, aztán el lehet felejteni, mert úgyis utána beprogramoztuk, amit szeretnénk, de az egyértelmű, hogy most ez a menü, ami van az A7S3-ba és az azóta kijött gépeken, sokkal jobban használható, egyértelmű, és hogyha már említettem az elején a flip-out screen-t, nem csak az a nagy dolog, hogy ez flip-out, hanem hogy touchscreen az egész, mindent tudok ugye érintéssel is vezérelni, és sokkal logikusabb az egész, ahogy tudom ezt kezelni. És hogyha már kezelés, és egy ilyen kamera, ami szerintem nagyon számít, hiszen nem profi stábokról van szó, akik ezt feltétlen használnák, hanem mondjuk már olyan szóló kreátorok, akik komolyabb eredményeket, komolyabb képminőséget szeretnének elérni, az a stabilizálás. Hát van benne három stabilizációs mód, van a standard, és van az aktív, meg nyilván ki is lehet kapcsolni. Kikapcsolni, akkor van értelme, mint most, ahogy beszélgetek veletek, nyilván állványom van. A standardhez képest az aktív egy nagyon picit olyan 1,05-1,1-et bekroppol, bevág, de tényleg vlogoláshoz használva, amikor így tartom és beszélek a kamerába, egyáltalán nem zavaró, és ehhez kapcsolódik, amit szoktak nézni, a rolling shutter, az, hogy amikor mondjuk így valami megy, ugye elhúzom a kamerámat, vagy hogyha tartom magamra és a háttérbe, hogy ugrál a kamera, hogy az egyenes vonalak eldőlnek, hogy változnak. Nem tudni, hogy nagyon sok videót néztem meg, és utána aztán a Sony megszüntette, nincsen minden olyan egyenes vonal, ahogy van, és tényleg élvezhető az a kép, amit vlogás közben ezzel az aktív stabilizációval megkapunk. Nyilván, hogyha már
egy kliens munkát csinálunk, vagy a krémes bírólos formába megyünk át, akkor nem elég az a stabilizálás, ami ezen van, hanem érdemes egy gimbalt csinálni. Itt említettem a DJI-nak az RSC2 gimbalját, amit én használok, videót már ide nem tudom feltenni, mert az előbb feltettem, de nézzétek meg. Ott én csak a sima stabilizációt használom, a standardet, és a gimbollal tényleg gyönyörű eredmény jön ki, semmi nem látszik, még akkor is, ha gyorsítok, lassítok, és itt jön be a felvételi mód, ami a következő nagyjából össze is függ amúgy a stabilizálással, mert hogyha 100 fps-be, vagy 120 fps-be, vagy 240 fps-be veszek fel, akkor az aktív stabilizálás, tehát ugye a legerősebb gépen belül lévő stabilizáció nem működik, ott csak a sima standard használható, de ez egyáltalán nem gond, hiszen a lassítással amúgy is a standard is, valamint ha olyan optikánk van, pont ez a 24 GM, nem olyan, de egy olyan optikával amúgy gyönyörűen lehet az optikai és a szenzor és a standard stabilizálás által nagyon krémes alap footage-ot, alap snitteket kapni, és amikor berakjuk a szerkesztő programunkba, akkor meg ott rárakunk még valamilyen stabilizálást, és zseniális tud lenni. Úgyhogy ezen a fronton óriási ugrottak. Voltak a korábbi években olyan ellenzői a Sonynak, hogy nagyon rossz a stabilizálása, hát az A7S3-mal ez egyértelműen megszűnt. Most beszéljünk a negatívumokról, bár nagyon kevés van, de nyilván semmi sem tökéletes. Ha nézitek, itt a vázat, ahogy a kezembe van, itt is van egy nagyon szép ilyen aranyozott rész, de itt elől is az objektíven van, ez egy ND szűrő, amúgy a Peter McKinnonnak és a Polar Pro-nak a közös együttműködésben, ez egy úgynevezett Variable ND Filter, tehát azt jelenti, hogy különböző fokozatokat állíthatok be rajta, ahogy csavarom. Az ND szűrő igazából azt csinálja, hogy kiiktatja a fényt. Na most miért kéne kiiktatni a fényt, hogyha az előbb arról beszéltem, hogy van a dualizó, és sötétben is lehet használni, világosban is nagyon jó, és nyilván akkor ugye a blendével, tehát hogy milyen lesz az F-érték, amit használunk, vagy az R-sebességgel, tudjuk azt befolyásolni, hogy milyen legyen mennyi legyen ugye a beszűrődő fény, amiből gazdálkodik a kamera. Hát ehhez egy nagyon-nagyon röviden kell beszélnünk arról, hogy néz ki egy videó felvétel. Az első az, hogy mindig azt mondják, hogy a shutter speed, tehát az R-sebesség, az mindig duplája legyen annak, amit felveszünk. Európában ez 25 frame per szekundom, tehát annyi képkockát rögzít másodpercenként, Amerikában például ez 30, ahogy mondtam, ha én mondjuk lassított felvételbe 100 fps-sel veszek, ugye azért tudom lassítani, mert a 25-re lassítom le, az egy négyszeres lassítás például. Mindig a duplája kell, hogy legyen az zársebesség, tehát hogyha 25 fps-sel veszünk fel, akkor 1/50. Ha 100 fps-sel veszünk fel, akkor 1/200 az, amit használunk. Okay. A másik dolog a blende, az ugye az, hogy mennyire lehet homályos mögöttünk a kép, amit használunk, ugye az egy nagyon fontos kérdés, most itt nézem, hogy remélem jobban homályosodik nálam itt mögöttem a dolog. Látjátok? Na most ez attól függ, hogy milyen ez a blende érték, azaz F pont valami. Például ez a 24 1.4-es, tehát 1.4-es blendéje van. Ha még 640-en is van, ami egy nagyon alacsony ISO a log felvételi módba, az 1.4-es blend rengeteg fényt enged be, és nyilván akkor fel kéne tennem mondjuk F8-ra vagy F10-re, ami az a háttérnek az elmosását, vagy ugye a gyönyörű kis bokeh effekteket teljesen kiírtaná, ezért rakunk rá egy ND filtert, és ha mondjuk ezt az 5-ösre rakom, meghagyhatom teljesen világosban is, az, hogy 1.4-en vagyok, de nem jön be az ND filter miatt a fény. Jó, ezt elég hosszan mondtam el, de szerintem érdekes téma. Ha erről szeretnétek, hogy külön csinálok egy videót, akkor a like gomb alatt kommentbe írjátok meg. A cinema kameráknál, sőt még a ZV-1-nél is, ami egy kis point and shoot kompakt kamera, van olyan, hogy beépítik az ND filtert, és nem ide kell venni nagyon drágán, hanem benne van a kamerába, és úgy tudom váltani. Ez az egyik, ami nagyon zavar a A7S3-nál. A másik, hogy például egy Canon R, R5 ezeknél, amikor cserélem az objektívet, akkor jön egy ilyen zár a szenzor elé, ami által kevesebb kosz, bármi ugye kerülhet be a szenzorhoz. Ezen nincsen. Pedig nagyon jó lenne, hogyha.
lenne rajta. Hát ezek a negatívumok. Na de menjünk tovább. Megmutatok most néhány bevágott képen, amikről beszélek, és felolvasom nektek azokat a pontokat, amiket fontosnak tartok. Hát kezdjük azzal, hogy ugye mondtam, hogy nagyon sok a custom button, amiben be tudunk állítani. Imádom azt, hogy van a kijelzőn egy úgynevezett function rész, amiben én személyre szabhatom magamnak azt, hogy mit szeretnék állítani, és amúgy könnyen hozzá tudok férni azokhoz, és nem kell a menüben mennem, de ugyanúgy a menübe is lehet egy ilyen custom menüt magamnak a My menüt beállítani, és akkor ott gyorsan váltogathatok bármit, nem kell emlékeznem, hogy mihol volt a menübe, csak az van ott, ami nekem fontos. A következő ilyen dolog, hogy a Flip-out screen mondjuk tényleg nagyon jó, ahogy elmondtam, de azért, hogyha nagyon napos, tükröződik, annyira nem a legjobb, bár ehhez képest pedig az elektronikos ugye viewfinder, amiben így benézünk, az zseniális. Szinte jobb, mint az éles kép, a valós kép, mint a régi DSLR-eknél, hogyha belenézünk. Jó lenne, hogyha egy ilyen már mini LED vagy valami zseniális kijelző lenne, ami a napon is ugyanúgy látható. Hát ugye, akik már profibbak és riget építenek, ezért építenek mondjuk rá egy ilyen drága, akár több százezer forintos külső kijelzőt, illetve azért, mert ha bár nagyon jó felvételi módok vannak, és erről mondtam, hogy még beszéljünk, nyers felvételt nem tud csinálni az IETS 3, csak akkor, hogyha külső felvétel van, amit általában ilyen külső kijelzőkkel oldanak meg. De, hogy atyaég milyen felvételeket tud készíteni. Hát az egy dolog, hogy nyilván S-Log 3 van benne, ami gyönyörűen használható, és benne vannak a különböző picture profilok, megérkezett rá az S-színetón, ami alapból szinte olyan minőség, mint az S-Log, de nem kell annyit színkezelni. 10 bittel lehet felvenni, ami ugye egy átlagban egy kamera 8 bites, és azt mondod, hogy ez a 2 bit nem olyan sok, de ez exponenciális, és tényleg látszik a színek részletében, hogy egyszerűen más, berakok ide egy viszonyítást, hogy jön ki, hogy ezt szemléltessem. A 10 bit mellett ott van az a color science, a színnek a tudománya, hogy általában a kamerák, amiket mondjuk használunk akár a telefonunkba, vagy nem ugye cinema kamera szintűek, azok 4-2-0 felosztás, például felrakom, hogy képzeljétek el, nem megyek bele annyira a szín tudományába, de ez 4-2-2 tud, ami eddig megint csak cinema kameráknál volt elérhető, és fantasztikus, hogy ezt tudja. Folytassuk a kártyákkal. Ami király, hogy ugye 2 slot van benne, és lehet szimultán mind a 2-re is rögzíteni, ezért ha valami nagyon para dolog vége tönkre menne az egyik, még mindig ott van a másik. És ahogy már említettem, hogy azért elég nagy file formátumok, ezek elég nehezek, amik keletkeznek, azt is be lehet állítani magában a gépben, hogy proxikat vegyen fel. Ha nem tudod, hogy mi a proxy, akkor úgy képzeld, hogy ezek ugye nagyon nagy 4K-s fájlok, ahogy mondtam, viszont be lehet azt állítani, hogy mellett egy ilyen 720p-s, nagyon kis könnyű fájlokat megfeleltetve alapból már ments el a kártyára, így amikor editálunk, ha nincs egy ehhez megfelelő számítógépünk, akkor nem kell a nagy fájlokkal bajlódnunk, hanem ezekkel a kis fájlokkal editálunk egyszerűen, és majd a végén, amikor exportálunk, attól még a jó minőségben fogunk tudni exportálni. A másik dolog meg, hogyha nem szimultán veszünk fel mind a kettővel, hanem egyszerre csak az egyikre, és utána a másikra, akkor felvétel közben is amúgy ki tudjuk nyitni, és kicserélhetjük a kártyát, kvázi így végtelen az, amennyit fel tudunk venni. Bár ugye külsőleg is lehet rögzíteni, tehát egyből mondjuk a számítógépbe, vagy ahogy már az említett mondjuk külső valamilyen recorder felvevő kijelző van, abba is tudnánk rögzíteni, és ott amúgy, ahogy mondtam, van ez a nyers fájl. És ha már a nyers fájloknál tartunk, nagyon durva ez a 10 bit 422 HEVC, ez a H265-ös minőség, az a tömörített formátum, ami tényleg zseniális tud lenni. Ehhez még rájön az, hogy ha nyersbe veszünk fel, akkor a dinamika tartománya, ami általában mondjuk egy ilyen okostelefon esetében mondjuk egy ilyen 10 stop, tehát 10 fázisból áll, 20 stoppig is elmehetünk, de a beépített S-Log 3-mal is
ezzel a formátum egy olyan 16-17-et el tudunk érni, ami tényleg fantasztikus, és ezért jönnek ki azok az apró kis különbségek, árnyalatok, amik vannak az egyes árnyékokban, vagy a világos részen, vagy a színeknek a részei, ami fantasztikus. Ha nem tudod, hogy mennyire durva ez a dinamika tartomány, akkor viszonyításképpen a Canon R5-nek olyan 10, a Blackmagicnek vagy az A7-3-nak olyan 13 körül vannak ezek a dinamikus tartományok, tehát érezhető, hogy ez sokkal-sokkal durvább. Ez általában akkor is szokott csökkenteni, hogyha a szenzor kisebb, vagy pedig sötétben veszünk fel, de az A7-esnek a szuper sötétben való felvételi képességeinek köszönhetően még sötétben is ez olyan 14-15 körül van, ami ilyen árérték kategóriába páratlan. És hogyha már az árról beszélünk, ez drága. 1,6 millió forint Magyarországon csak a váz, és akkor nem beszéltünk arról, hogy milyen objektíveket vegyünk hozzá, milyen más kiegészítőket, ugyanis különböző felvételi módok vannak, és van egy úgynevezett All Intra, amihez egy úgynevezett CF Express A kártyát kell venni, és ez a CF Express kártya, hát 80 giga belőle, olyan 100 ezer forint, 160 giga, valamivel kevesebb, mint 200 ezer forint, de most ehhez képest, hogyha még egy nagyon gyors SD kártyát veszünk, mondjuk egy V60-as vagy V90-es, ez az írási sebessége mellett azt jelöli, hogy mennyire tudja ezeket a tömörített formátumokat kezelni. A V60-nal minden mást tudunk vele rögzíteni, felvenni, kivéve ezt az All Intrát, és viszonyításképpen egy 128 gigás V60-as kártya mondjuk olyan 40 ezer forint, és ahogy mondtam, a 80 és 160 gigás CF Express kártya pedig 100 ezer és 200 ezer forint. Tehát ha már ilyen összegeket költünk el, és csak azért, hogy a legjobb minőség legyen, én azt mondanám, hogy vegyünk akkor egy külső monitort, és vegyünk fel nyers formátumban hozzá. Végezetül pár dolog, ami így az ezelőtti részekben nem nagyon fér be. Hát az audio amúgy teljesen jó, de ha stúdió minőséget szeretnénk felvenni, és tudom azt, hogy itt nekem még nem a legjobb amúgy a hangzásom, amúgy fogjuk hangkezelni az egész kis stúdió teremet, úgyhogy nagyon izgalmas, hogyha kíváncsiak vagytok rá, mindenféleképpen iratkozzatok fel. Szóval azért itt is, hogyha szeretnénk, akkor külső rögzítést csináljunk, rakjunk rá egy puska mikrofont, vagy valamilyen csipivel vegyünk fel, de hogyha valamiért nincs más nálunk, elég tűrhető maga ez a mikrofon, ami be lett építve. Az aksia is szuper, talán a leghosszabb felvételem, amikor egy táncos bírról csináltam, itt megnézheted, bírta végig az egészet, és olyan 4-5 órát forgattunk, de kellenek azért a külön aksik, vagy lehet olyan kiegészítőt venni, amikor ugye kettő aksit is betehetünk. Ugye azt szokták mondani, hogy aksiból sosem elég, bár ha van mondjuk egy powerbankünk, amivel ugye ez a külső aksi, amivel telefont, notebookot, bármit lehet tölteni, és nem zavarja a zsebünkbe van, és itt kilóg még egy kábel, akkor USB-C-n keresztül ezt folyamatosan tölthetjük is, tehát ez is egy megoldás, hogyha inkább mondjuk egy több funkciós eszközre akarunk költeni, mint a powerbank, mint hogy még egy aksit vegyünk, de ahogy mondtam, aksiból sosem elég. Foglaljuk össze, szerintem árértékarányban ma ez a legjobb, inkább videófókuszú kamera, mindenbe zseniális, ahogy ez össze lett rakva. Lehet, hogy a 12 megapixel több is lehetne, de én azt mondom, hogy amúgy nem, hogyha valaki nem profi fotósként dolgozik social médiában, a 12 megapixel is zseniális, plusz a Photoshopnak most jött ki 2021 tavaszán egy olyan frissítése, ami négyszerezi a megapixeleket, tehát a 12-ből is még 48-at tud csinálni, ha mindenféleképpen megapixelmániások vagyunk. Tudom, hogy drága, de az árérték arányban egy ugyanilyen tudást ezelőtt 4-5 millió forintért vehettünk meg, és hogyha valaki ebből él, és szeretne ilyen minőséget, akkor az zseniális, hogy már nem kell mondjuk 5 milliót elkölteni, és nagyon idézőjelesen mondom, csak 1,6 millió forintot. A lencsék azok fantasztikusak, mindenféle választék van, folyamatosan hoznak ki újakat, tényleg már Canon szinten van, ez a 24-14 GM, úgyhogy én ezelőtt Canonos voltam, a kedvenc valaha volt lencsém, imádom, nagyon jó. A Kodak, ami kijön belőle, a minőség
oké, nem egy hollywoodi film, de például nagyon sokan Netflix docu-series szinten is A7S3-akat használnak, zseniális úgy, ahogy van, plusz az ergonómiája is, ahogy kialakították, nincsen belső ventilátor, de nincs is rá szüksége, mert nulla túlmelegedése van, ugye a nagy rivális, a Canon R5 túlmelegszik, nagyon sok ilyen dolog van, szoftveresen is beszéltek róla, de nem tudták igazán megoldani. Itt nyilván az be kell állítani, hogy ne szóljon, vagy ne kapcsolja ki magát, ha egy kis túlmelegedést érez, mert amúgy ki tud kapcsolni, de hogyha azt a magasabb szintre tesszük, nekem még soha úgy, hogy 100 FPS-ben 5 órán keresztül vettem fel vele, nem tudtam reprodukálni. Úgyhogy ha valaki komoly videózással szeretne foglalkozni, de nem akar elmenni a cinema vonalba, szerintem ma ez a legjobb megoldás, csak ajánlani tudom. Ha szeretnénk valamit, ami fotózásra és videózásra is jó, még mindig nagyon király, hiszen a low light performance-el, és ha nem baj nekünk a 12 megapixel, tökéletesen el vagyunk ezzel, de ha nem szeretnénk ennyit költeni rá, várjatok még egy pár hónapot, és ki fog jönni az A7-4, várhatóan idén már ki kell, hogy adja a Sony, és az mindig valahol a videózás és a fotózás között van, de nem azt a professzionális réteget célozza, hanem egy picit lejjebb van, és mindenből a legjobbat kapjuk meg, de nem mindent, talán az lehet mondjuk az 1,6-hoz képest szerintem ilyen 800 000-1 millió forinti kategóriában, ami még mindig nagyon sok, de hát tudjuk, hogy ez a fotózás, videózás egy nagyon drága, költséges szerelem, hobbi vagy szakma. Ennyi volt, köszönöm szépen, hogyha végignézted, valami kimaradhatott, simán előfordult, kérlek kommentbe írd meg, hogyha van kérdésed, vagy mondjuk az egyedi menüknek a beállításairól, hogy én hogy használom, szeretnéd, hogy beszéljek, akkor azt is írd meg kommentbe, vagy bármit, hogyha gondolsz, és hogyha most találkoztunk először, és úgy gondolod, akkor iratkozz fel, ha nem tetszett a videó, nyugodtan trollkodjál kommentbe, hozzá vagyok szokva, vagy csinálj, amit szeretnél. Amúgy volt egy napi vlog sorozatom, mert tavaly megjelent egy könyvem. Ha gondolod, nézd bele azokba a videókba, illetve a vágvalóra.hu-n, megrendelheted a könyvemet, és a szántó.co-n találkozhatsz velem, beszélgethetünk nem csak így kamerán keresztül egy ingyenes konzultációba, akár ilyen videós tartalomgyártás, vagy branding, stratégia témába is. De a lényeg, hogyha itt vagy YouTube-on, feliratkozás gomb, csengő, azt mindenféleképpen nyomd meg. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Sziasztok!